beigazolódott egy sajnos, hogy a pályán nem lehet előzni. Próbálkoztam nagyon, ugye, nem hiszem, hogy nagyon sok privát pontért ment a harc, de picit fölbosztantott az, hogy az első néhány körben egyszerűen megint semmi tapadásom nem volt. Nyilván ennek tudjuk az okát, mert mindig a verseny közepére, illetve a második felére próbáljuk hangolni az autót, de most hát ennek az volt az ára, hogy az elején megelőzött ugye Boardman, aztán utána beragadtam mögé. Összességében most lehet, hogy egy kicsit túlságosan presztízs kérdést csináltam abból, hogy visszaelőzem, de egyszerűen most már nem kellett, úgy éreztem, hogy nem futhatok be úgy a célba, hogy nem próbálkozom. Hát sajnos nem jött össze az előzés, pedig tényleg próbáltam a pálya minden egyes részén, nagyon sokszor össze is értünk. Most ebben már ennyi volt. Onnantól kezdve tudtam, hogy sok esély nem lesz, hogy a rajt után szinte nem történt semmi. Csalódott vagyok, mert rossz emlékeket ébreszt bennem ez a hétvégától, és itt kezdődött a Packers szériánk. Nyilván pozitívan kell hozzáállni a dolgoknak, vagy a dolgokhoz, mert az nem jó, hogyha ezekkel a gondolatokkal próbálok most megint Sánkhájba menni. Hát nehéz lenne sok jót elmondani a két futamról. A második az sokkal rosszabbul alakult, mint szerettem volna. A rajtam nagyon jól sikerült. Pontosan úgy alakult minden az első, illetve a második kanyar kijáratáig, ahogy terveztem. Ugye a serék mögé terveztem, hogy megérkezek a rajt után. Ez meg is történt. Aztán pontosan nem tudom, hogy mi történt. Az autónak a hátulját valaki megköckölte, és hát sajnos a sóderájban végeztem. Úgy látszik, hogy ez a Suzuki verseny hétvége az idén se a legfényesebb. De mint mondtam, nem történt tragédia. A pontversenyben mi mindig elsők vagyunk. Legutóbbi hétvégén ugye a riválisaimnak volt szerencsétlen menete. Ezúttal minket kapott el. Remélem, hogy a fennmaradó két verseny hétvégén visszatalálunk arra az útra, ahol ugye Szonomában is voltunk, én azon az a legfontosabb. Ezt a hétvégét ezt a lehető leggyorsabban el fogom felejteni, és hát megpróbálok a következő ugye a Sánkhályi versenyre összpontosítani.